Nagyon-nagyon sok szeretettel üdvözöllek benneteket a legújabb Forma 1-es videómban. A második szezon harmadik futama fog következni innen Kínából, a Shanghai versenypályáról. Az akkora F1 Team harmadik versenye, ugyebár kényes ellen nem tudná a történetet, ugyebár el lett adva a csapat bizonyos százaléka. Miközben láthatjuk, hogy is néz ki a versenypálya, milyen eredményeket értünk el eddig ezen a helyszínen, és hogy 14 körös lesz a verseny. Az első szezonokban kecses volt hozzánk a pálya, egy győzelem és egy második helyel, de a többi szezonban se kellett eddig mondhatni szégyenkeznünk. És most nézzük, hogy mi történt az időmérő edzésem. Ugyebár olyant is tartottak ezen a hétvégén. Nézzük az első próbálkozást. Minden maxra feltekedve egy 1.31.3-as idővel nyitottunk, ami első körben egy 9. helyre volt jó. Majd egy apróbat hibáztunk, így alig tudunk egy tizedet javítani a legjobb időnkön. Na nézzük, ez hanyadik helyre volt elég a rajtrácson. Amit Valtteri Bottas nyert meg az időmérő edzésen. Ricardo lett a második, na ez meglepetés, hogy nem a Mercedesek vannak az első sorban. Verstappen, Sainz a második sor, hol van Hamilton? Ott van, csak a hatodik helyen van Hamilton, néda. Mi végül a 11. helyen fejeztük be az időmérőt, Albon is mögöttünk van a 12. helyen a Red Bull, az is egy érdekes meglepetés. De Vries a 20. lett, a két Williams-et sikerült megelőznie a csapattársunknak. Remélhetőleg majd tud javítani ezen a pozíción a futam alatt. Itt vagyunk most már a felvezető kör végén. Mezőny elejé már is foglalta a rajthelyét. Mi is elfogjuk ezt a 11. rajtkockát. Mindjárt beáll a sor vége is. És el is fog kezdődni a kínai nagydíj, ami az én jó szórakozást kívánok nektek. Jönnek is a lámpák. És ki is alszanak a lámpák. Az eleje nagyon szépen eljön, ott az egyik McLaren próbálkozott nagy harcokkal. Már is ott vagyunk a 9. helyen, sőt a 8. helyen. Hú, de nagy rajtot lettünk itt hirtelen, már 3-at is nyertünk. És itt nagyon szűken tartjuk az akkurát. Azt a mindenit mekkorát rajtolunk. Ott vagyunk a 4. helyen. Egy kanyar után. Kihasználtuk azt a kis rést, amit ott a többiek szabadon hagytak, és már is feljöttünk a 4. helyre, a 11. helyről rajtolva. Nem akármi itt az első kör elején, és már is támadjuk Verstappen. Mi történik itt, kérem szépen? Mi történik? Verstappennek kívülről meg fogjuk előzni a hollandot? Nagyon ott van még a Red Bullos, most miénk már így a belső ív betapad az akkura, és megvan Verstappen a Red Bull-a, hihetetlen. Alig félkör alatt, hol vagyunk félkör alatt? A 3. helyen. Egy elképesztő rajtot vettünk itt Kínában, már is ott vagyunk Ricardo mögött a 3. helyen. Bottas és Ricardo megtartotta a rajt pozícióit. Nekünk sikerült egy elképesztő rajtot venni. Már az első kanyarig megelőztünk 3 embert. Már ebbe az elnyújtott jobbos kanyarba 4 embert is sikerült megelőzni azon a kis résen, amit ott találtunk a többiek mellett. Majd Verstappen ellen egy szintén elképesztő előzést hajtottunk végre, és itt találjuk magunkat már is a 3. helyen az első kör végén. Ricardo is csak egy 7 másodpercre van tőlünk, miközben a Red Bullos holland versenyző pedig lemaradt tőlünk jócskán. Az első 3-as itt nagyon szépen meglógott. Verstappen 2,5 másodpercre van tőlünk. Bottas is csak 2-re van mi tőlünk. Hú. Nagy nehezen megemésztjük itten, amik történtek itt egy kör alatt. Hát itt Kínában még ekkorát is lehet rajtolni.
úgy néz ki. Szeretjük, szeretjük ezt a pályát. Nem vitatom. És nem akarunk nagyon leszakadni Ricardoékról. Verstappen egy nagyon picit közelebb jött hozzánk, egy fél másodpercet már ledolgozott azért. Ebből a hátrányból. Itt haladunk szépen a harmadik helyen, előttünk van Ricardo. Előtte pedig Bottas. Sainz az ötödik a Ferrarival. Hátrébb is nézünk, aztán jön ott Hamilton, és az egyik McLaren azt hiszem Norris van előrébb. Két narancssárga autó közül, de erre most nem merek tippelni, hogy pontosan melyikük lehet az. Mindenesetre megkezdődik a harmadik kör, és ebben a körben már úgyhogy lehet használni az állítható hátsó szárnyat. És Ricardohoz képest most jelenleg 6 tizedre vagyunk. Verstappennél pedig visszaállt ez a 2,6 tized másodperces különbség. Most közel vagyunk a Renault autójához. Kérdés, hogy ezt a távolságot meg tudjuk kell tartani a hosszú egyenesre. Ugye a Forma 1-es versenynaptár leghosszabb egyenese van itt Kínában. Okay, we're monitoring somewhere on the ICE. Be aware that we will start to see a loss of power. Hát ez sose jó, ha veszítünk kicsit az erőből, a motor erejéből. Hát ez nem volt egy egészséges kigyorsítás ebbe a kanyarból, maradjunk annyiban. Mindenesetre DRS távolságra vagyunk Ricardótól, de ez messze van ahhoz, hogy támadni tudjunk. Az Ausztrála szemben, mindenesetre itt szépen megközelítjük a harmadik kör végén. Bottas egy egészséges két másodpercre van előttünk. Bottasnak, Verstappennek meg nagyjából sikerült tartani ezt a különbséget hozzánk képest. A negyedik kör kezdődött meg, ugyebár. Tapadunk Ricardóra. 4 tizedre vagyunk a Renault versenyzőjétől. Mondhatni azt, hogy az első körös extázis után most lenyugodtak a kedélyek. Nincs egy komolyabb akció jelleg a pályán. Mindenki tisztes távolságban van a másiktól. Nyilván vagyunk DRS távolságban a Renault pilótájához képest. A hosszú egyenesben nem tudjuk egyelőre kihasználni ezt a lehetőséget. Elment Bottas, jöntje Ricardo, itt jövünk mi az Acurával. Mögöttünk pedig Verstappen. Látható, hogy 5 tizedre vagyunk. Ricardo-tól közelítünk rá, de az egyenes végére nem bírjuk oda. Most mondjuk, hogy tapadunk rá. Na, vajon itt a cél egyenes végén meg lesz? Hát nem lesz meg, mert Ricardo inkább úgy dönt, hogy kijön a boxba. Lecserélni az abroncsokat, amiket eddig használt. Az ötödik kör végén rejön egy kis időugrás. Mi is elszaladunk itt egyenest. Juppá! Hát előttünk Bottas is kijött a boxba. Biztos, ami biztos alapon, sokkal lassabban érkezünk meg oda a vonalhoz. Megkapjuk az 5 másodperces büntetés gyors hajtásért. Na nézzük, mire megyünk. Gyönyörű kerékcsere. De Vries is jött, mondta éppen Jeff. De jön Bottas. Ott eljön egy Williams. És mögöttünk van egy Renault. Hoppá, hoppá, hoppá. Melyik Renault van mögöttünk?
Valószínűleg Ricardo lesz az szerintem. Megelőztük volna Ricardot? Így is van, Ricardot megelőztük a box kiállások alatt. Eltünk Latifi-ban a Williams-szel. Azonnal megtámadjuk a Williams versenyzőjét a friss abroncsokkal. Ugyanis, ha most nem előztük volna meg, akkor nagyon beragadunk mögé. Nyilván ő már nagyon használt lágy gumikkal van kint a pályán. És Bottas így meglógott volna előlünk. Ricardo pedig a sebességváltónkra tapadt volna. És védekeznünk kellett volna vele szemben. Ez egy nagyon jó és taktikus előzés volt most a részünkről. Bottas 1,3-re van tőlünk, tehát hozzá képest is sikerült egy jó 7-8-es különbséget lefaragni, ugye bár ne felejtsük el, nagyjából 2 másodpercre volt tőlünk az 5. kör elején, a 4. kör végén, most 1,1, nincs 1,1 szinte. Ha jól láttuk, Latifit már jócskán leráztuk, sőt, ja, most már Ricardo is megelőzte a Williams-est. 2 másodpercet adtunk neki az az idő alatt, amiután megelőztük Latifit a Williams-szel. Ennyi számított az, hogy nem ragadtunk be mögé, de a középső szektorban. Verstappen a 4., jelen pillanatban megtartotta ezt a pozíciót. Itt jön tehát Bottas, itt pedig jövünk mi, és közel vagyunk a Mercedeshez, azt kell, hogy mondjam. Kinéz egy újabb jó eredmény a számunkra? Ne szaladjunk ennyire előre, hiszen még a 7. körben voltunk pár másodperccel ezelőtt, most már itt vagyunk a 10. körben, egyelőre nem történt úgy néz ki nagy változás a sorrendben. Tapadunk továbbra is Bottasra. Ricardo ott jön továbbra is a 3. helyen. Hátul pedig Verstappen a Red Bull-lal. 8-10-re van tőlünk Bottas. Russell kiesik az Alfa-ról meg, és bejön a safety car. Hoppala, hoppala. A 11. körben bejön a safety car. Menjen a safety car, és így lehet egy 2 körös sprint futamunk a végére. Na jó, mire megyünk egymással így? Ebben a sprint versenyben. Bottas olyan meg tudja tartani az első helyet? Tudunk-e egyáltalán támadni? Na és ne felejtsük el Ricardo-t és Verstappen sem mögöttünk. És akár még Hamilton is feljöhet a dobogós helyekre. És mi történik? Bottas félreáll? Bottas kiesik a versenyből! Átveszünk a vezetést a kínai nagydíjon! Micsoda dráma itt, kérem szépen, a safety car alatt! Bottas alatt megadja magát a Mercedes! Így megörököljük az első helyet, és a 12. körben mi fogjuk újraindítani? A 12. kör végén mi fogjuk újraindítani a versenyt? Hoppala, hoppala! Mik nem történnek itten? Micsoda dráma, kérem szépen, micsoda dráma! És még ezt itt elmakogom. Már is újra versenytempóban megy a mezőny. A 13. kör kezdi meg, tehát. És az akkora F1 team először vezet az átnevezése óta. És 2 körünk van arra, hogy megtartsuk ezt az első helyet. Ricardoval szemben, aki a 2. a Renault-val. Verstappen lett a 3., Hamilton egy kis Norris van előrébb a McLarenek közül. Ő is szépen jön felfelé. Na de nézzük, mire megyünk. Még nagyjából 1. kör van hátra a kínai nagydíjból. Hihetetlen, mik történnek. Egy elképesztő rajt az elején. Majd itt a 11. körben megörököljük az első helyet Bottastól. Nem feltétlenül érdemeljük meg ezt, de hát jó, akkor körülni jó helyen. Tartja a mondás. De hát így még egy fontos feladat van, pontosabban 2. Nem szabad hibázni, és ki kell védekezni Ricardo támadásait, ha lesznek egyáltalán támadások. Egyből húzódunk befelé, ne adjunk szélárnyékot a Renault versenyzőjének.
nem is jön ki a szélárnyéke Ricardo. 7 tizedre van tőlünk itt a hosszú nyenes végén. Ezt még egyszer kell majd egyelőre megtenni majd. Szóval jövünk az utolsó kanyarhoz. Nem volt egy egészséges kanyarbevétel. És most kezdődik el az utolsó kör. Hölgyeim és uraim, elkezdődött az utolsó kör a kínai nagydíjon. Na még csak ez hiányozni, hogy az utolsó körbe itt még leszakadjon az ég. De hát ahogy Jeff is mondta, még nagyjából 5 perc kell ahhoz, hogy elredjen az eső. Úgyhogy valószínűleg nem lesz itt már csúszkálás. Még az dobná fel itten a dolgokat. Az még hozna egy-két drámát, hogyha itt elredne az eső. Itt Shanghai-ba. Nagyjából még egy fél kör van hátra, és 6 tizedre van tőlünk Ricardo. És még nagyjából 2 lehetősége van ahhoz, hogy támadjon. Itt ennek a rövid egyesnek a végén, de most messze van. Na nézzük, ki mi spórolt a hosszú egyenesre. Most utoljára fogunk végigmenni ezen az egyenesen. Ricardo 5 tizedre van tőlünk, 6 tizedre. Nagyon ugrál ez a különbség most. És messze van Ricardo, nagyon messze van! Nagyon messze van a Ricardo, onnan nem fog bevetődni, 8 tizedre van tőlünk Ricardo. Megvan a visszafordító kanyar, és ha nem hibázunk itt az utolsó kanyarban, és nincs hiba, így hölgyeim és uraim, az Acura F1 Team első győzelmét láthatjuk itt a kínai nagydíjon, egy elképesztően drámai nagydíjon. Drámai első körök, drámai utolsó körök itt, kérem szépen. Lehet vitatkozni azon, hogy vajon megérdemeltük-e a győzelmet. De azt a nagy rajtot követően egy jó pozíció kinézett számunkra már az elején. Ricardoikat is az időmérő box utca alatt sikerült megelőzni. Majd kegyetlenül kihasználtuk a meghibásodott Mercedesnek a lehetőségét. Így a 11. helyről nyerjük meg a kínai nagydíjat. Ricardo lett a másik, Verstappen pedig a harmadik. Összetesben ott vagyunk a második helyen 47 ponttal. Hamilton pedig 8 ponttal van előttünk az egyéni pontversenyben. Nem akármilyen szezon kezdés ez. Acura F1 Team is ott van a harmadik helyen. Elképesztő ezt látni. Kíváncsi vagyok, hogy ez vajon meddig fog kitartani. Vajon meddig tart ez a jó szériánk, hiszen ne felejtsük el, eddig egy ötödik, egy negyedik és egy első helyünk van ebben a szezonban. Úgyhogy meglátjuk, hogy mit hoz a jövő, a következő futamok. Most arra megköszönöm a figyelmet, és akkor találkozunk legközelebb. Pá, pá!